A Györffy István Katolikus Általános Iskolában szeptembertől Szabó Edit tanítónő lesz az egyik elsős osztály osztályfőnöke. Az egykori iskolájában már 11 éve tanít. Mivel húgom és közte 10 év a korkülönbség, nagyon szívesen foglalkozott iskolásként vele. Ez is indította el a tanítói pályán, de elsős tanítója Nagy Erzsébet is nagy hatással volt rá. Nagyon régre nyúlik vissza ez a hivatástudat, ugyanis a húgommal és köztem 10 év a korkülönbség, és akkor már én éreztem, hogy nagyon szívesen foglalkozok vele, mint kisgyerekkel, és ez indított el egy részről, másrészt pedig ebbe az iskolába, Györffy István iskolába jártam én is, és Nagy Erzsébet tanítónéni volt az első tanítónéném, de említhetném akár a többi későbbi pedagógust is, akik tanítottak, rám nagyon nagy hatással voltak, és meggyőződésem, hogy ők ezek közel játszottak abban, hogy végül is ezt a pályát választottam, ami úgy tűnik így most már lassan a pályán vége fele, hogy jó döntés volt. Az elmúlt 36 év igazolta, jól döntött. Előbb Budapesten, majd Bucsán tanított, és egykori iskolájában már 11 éve. Én Budapesten kezdtem egy 1600 fős vadonatúj általános művelődési központban, ami egy nagy új lakótelepnek az iskolája volt. Utána 15 év után kerültem Bucsa községre, ahol szintén Bucsa község általános iskolájába, ahol megtapasztaltam a kistelepülési iskola működését és hangulatát. Majd utána úgy hozta az élet, hogy ide kerültem ebbe az iskolába, vissza, 11 éve tanítok itt, és nagyon jó érzéssel jöttem vissza. Tantermét másodikosai rajzai díszítik, ősztől a falakat leendő elsősei munkáit fogják megtölteni. Az óvodásokkal ez a vírusos időszak kicsit megnehezítette a kapcsolattartást. Ez az online felületre került, Fecske hívogató néven, ott tartja a gyerekekkel, szülőkkel a kapcsolatot. Ez a vírusos időszak egy kicsit megnehezítette a munkánkat, ugyanis az internet online felületen egy Fecske hívogató kis Facebook csoporton keresztül tartjuk a gyerekekkel és a szülőkkel a kapcsolatot. És úgy gondolom, hogy ez reményen felül jól működött, sőt, azt tudom mondani, hogy még jobban betekintést nyerhettünk a gyerekek munkájában, még alaposabban megismerhettük a kis személyiségüket, jó volt látni mosolygós kis arcukat, és megkönnyíti a szeptemberi kezdést, mert közelebb kerültünk egymáshoz, mint amikor iskolai időben sok-sok gyerek érkezik két hetente hozzánk, és akkor nem is igazán tudjuk néven szólítani őket, így meg egy nagyon nagy élmény, hogy a nevükön szólítva egy-egy pozitív gondolattal, dicsérettel ösztönözve őket sarkaljuk arra, hogy minél többet foglalkozzanak, vagy készüljenek egy kicsit az iskolára. Nem tanulni kell, ez nagyon-nagyon fontos, hanem elsődlegesen szeretném felhívni a szülők figyelmét, hogy a mozgás, ami legalapvetőbb egy kisgyermek fejlődése életében, minden nap meséljenek, beszélgessenek, ne felejtsék el a ceruzát, a színezést, mert ezek azok a képességek, ezeknek a képességeknek a minél magasabb szintű tudása vagy használata, ami segít nekünk az iskolába lépéskor. Fontosnak tartja az óvoda iskola átmenetet, hiszen el kell szakadni a gyerekeknek, szeretett óvodájuktól, óvónéniüktől és a szüleiktől is. Ez az iskolába lépés egy akkora mérföldkő a gyermek életében, ami lehet, hogy ilyen nagy követ átugrani még egyszer nem is kell az életében, hiszen el kell szakadni a szeretett óvodájától, óvónénitől, és bizony sok gyereknek a szülőtől is, mert egyre kevesebbet van vele. És ennek a mérföldkődnek a sikeres átugrásában szoktam segíteni őket az első két hónapban. Az első két hónap a
bár 45 percesek az órák, de mindig úgy épül föl, hogy egy-egy órában kicsit énekelünk, kicsit mozgunk, kicsit beszélgetünk, és természetesen azért ott van elrejtve az új ismeret, az új tananyag, de mindez játékos formában, és nyilván egyre, ahogy telik az első, majd a második hónap, egyre inkább bevezetjük őket a komolyabb munkába, hiszen október vége körül már elkezdjük a betűtanítást. Október végén pedig elkezdik a betűk tanítását a tanítónők, akit kicsit szigorúan, de következetesnek tartottak mindig a szülők. Mindig csak annyit kér vissza, amit megtanít. Én nagyon fontosnak tartom a tudást, és úgy gondolom, hogy a pályám során, még ha néha kicsit szigorúnak is tartottak, azért mindig elmondhatták a szülők azt, vagy remélem, hogy ezt mondták, hogy következetes vagyok, igaz, hogy követelek, de mindig csak annyit követelek, annyit kérek vissza, amit igyekeztem megtanítani. Nyilván otthon gyakorolni kell, és ezt a szülőknek is meg kell érteni, el kell fogadnia, hogy minden gyermek képessége más. Mindenki más ütemben tud haladni és tanulni. Van, akinek elég az órai tananyag, meg a délutáni napközis tanulás, van, akinek otthon is még egy kicsit rá kell gyakorolni. De én úgy gondolom, hogy azoknak a szülőknek, akiknek a gyereke tudásának az előrehaladása fontos, az jó szívvel gondol az első két évre vissza, mert most is azt hallom vissza, hogy tanítónéni, olyan jó volt, hogy akkor így csinálták, mert a gyerek nagyon sokat tanult abból, és erre az a biztos alapra lehet építeni. Mivel Szabó Editnek a kikapcsolódást munkája jelenti, örökké kutakodik, keresgél, fejleszti tudását. Próbálom a önképzéssel a tudásomat fejleszteni, gyarapítani, hogy a kor pedagógiai kihívásainak mindenképp meg tudjak felelni, és a munkámban éppen ezért nagyon szeretem és alkalmazom a drámapedagógia, az élménypedagógia és a projektoktatás módszerét. Ezek a módszerek lehetővé teszik számomra, hogy játékosan, tevékenykedve és sokszor az iskola kapuit elhagyva juttassuk a gyerekeket komplex ismeretekhez. És ezért mondom, hogy munkám a hobbim, mert nyilván ehhez mindig egy ilyen kis kutató munka van. Na de nagyon szeretek a munka mellett természetjáró vagyok, szeretem a természetet, imádok kirándulni, és emellett azért az olvasás, egy színházi közvetítés megnézése a mostani időszakban, egy jó film mindig kellemes kikapcsolódás számomra. A tanításban párja Miklósi Krisztián lesz, akivel nagyon jó a kollegális kapcsolata. Munkájára nagyban számít, maximálisan segíti a délelőtti munkát a délutáni tanulással, és a gyerekek jól felkészülten érkeznek másnap az iskolába. A gyerekek is imádják, szolgálatkész, segítőkész pedagógus, mondta róla Szabó Edit, aki várja a szeptember 1-jét, amikor a sok kis csillogó szemű kisgyermek megérkezik az osztályába.